Az ünnepség a Kossuth téren a Kovács Mihály Huszár Bandérium lovasainak felvonulásával folytatódott. Az ünnepi megemlékezés keretein belül beszédet mondott dr. Dukai Miklós államtitkár. Vannak ünnepek, amelyek hangulata, illata, emléke élénken él az emberben hosszú éveken, évtizedeken át. Mindannyian emlékszünk a gyermekkori március 15-ékre, közös ünnepségekre, a márciusi ifjak nevére, akiket csak a legmélyebb tisztelet hangján említettünk. Oly sokan teszik fel a kérdést, vajon miért pont március 15-ét érezzük mi magyarok legnagyobb nemzeti ünnepünknek, nemzeti identitásunk fundamentumának? Vajon mi emeli ki ünnepeink sorából, amelyet az a történelmi tény sem tudott soha, egyetlen későbbi korban sem elhomályosítani, hogy a forradalmat követő szabadságharcot idegen ország zsoldosai verték le. Őseink példát mutattak nekünk összefogásból, önfeláldozásból és hűségből, amiből ma bátorságot meríthetünk. Idézet következik. A mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe, ezrek meg ezrek csoportoztak össze Isten ege alá, ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az esküszavait. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Eddig az idézet, írta Arany János. Valóban így van, 48 márciusának idusán nem folyt vér az utcákon, és nem árnyékolta be a forradalom vívványait honfitársaink elvesztésének tudata. És ami talán a legfontosabb, nem ontotta vérét magyar a magyarnak. Az ország magára, az emberek egymásra találtak. Tisztelt ünneplő közösség! Oly sokféleképpen élhetjük meg nemzeti identitásunkat, amelynek különböző lenyomatai mindenkinél másképp, más formában kerülhetnek előtérbe. Ahogy nincs két egyforma ember, nő, férfi, gyermek, úgy nincs két egyforma magyar sem. 1848 azonban mindannyiunk nemzeti ünnepe, forradalma és szabadságharca, akik a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, a szolidaritás és a nemzeti önrendelkezés hívei vagyunk. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór, Degré Alajos, Vidacs István és a többiek példája hülyen láttatja velünk, milyen az, amikor az egyes emberek tenni akarása, szabadságvágya összeadódik. Ez a szabadságvágy együttesen egy nagyobb közösség mozgatórugójává válik, amely képes birodalmakat, világokat megrengetni. A magyar történelemet átszövi a szüntelen küzdelem az önálló döntés lehetőségéért, azaz a szuverenitásért. A magyarok szabadságharcai elsősorban nem az egyéni szabadságjogok kiterjesztésére, hanem a magyar közösség önálló döntési lehetőségeire, a szuverenitás kivívására irányultak. A forradalmat elindító március 15-e valódi üzeneteket hordoz az utókor számára. Nem csak az elveszett szabadság visszaszerzésének és megőrzésének lehet történelmi jelképe, hanem szimbóluma az összefogásnak, az egymásra találásnak, a jövőben együtt bármire képesek vagyunk érzésének. A márciusi ifjak 1848 forradalmi tavaszán olyan gondolatokat tűztek zászlajukra, amelyek elindítói voltak a nemzet 19. században megindult polgárosodásának, az ország fejlődésének. Az akkori Magyarország egyszerre mozdult meg annak érdekében, hogy megteremtse saját nemzeti identitását, hogy saját sorsáról maga dönthessen. Mert ha a saját sorsunkról nem dönthetünk szabadon, akkor hova lesz szabadságunk? A márciusi ifjak ösztönös megmozdulás sorozata többek között a nemzeti önrendelkezést semmibe vevő birodalmi berendezkedés ellen szólalt fel. Ma, 175 év elteltével ugyanazt kell tennünk, mint a márciusi ifjaknak. Újra és újra meg kell küzdenünk a szabadságunkért, mert birodalmi tövekvések mindig is voltak és lesznek, amelyek hol katonailag, hol gazdaságilag akarják önálló magyar döntéshozatalt szűkíteni, ellehetetleníteni. A magyar érdek csak akkor tud érvényesülni, ha döntéseinket önállóan, külső kényszer nélkül tudjuk meghozni. Hiszen csak saját magunknak vagyunk mi a legfontosabbak. Ezért is kell Magyarországnak kimaradnia a háborúból. A forradalom 12 pontjában ez áll. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Mert ha béke van, akkor szabadság is van.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán egyetértenek velem, hogy az 1848-49-es hősök névsorát csak töredékében ismerhetjük meg a történelmi könyvekből. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arc és név nélküli tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró nagy elődök, a márciusi ifjak, a mi közös példaképeink teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megtöbbszörözte, hogy tudták, együtt igazán nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bartók Lajos írta, a nagy március nagy ifjúságának örökösei, a szabadságot, amit ők kivívtak, nektek kell békében megőrzeni. Hiszem, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, büszkék vagyunk magyarságunkra, hazaszeretünkre, nemzeti összetartozásunkra, elődeinkre, akik szembe mertek szállni a Habsburg Birodalom elnyomásával, az önkényuralom zsarnoki rendszerével. Akik 1848-ban már pontosan tudták, hogy, idézet következik, a tiszta lelkiismeret olyan mennyei érzés, amely a boldog napokban kimondhatatlan bájt vonz minden köré, viszont tagságokban pedig, ha sötétre borul az idő, s létünk minden kellemességé és híveknek vélt jó akaróink sora az utolsó szálig elpártol mellőlünk, oly édes meleget önt lelkünkbe, amely az élet minden viszontagsága ellen férfiúi önérzettel és elszánással vértesz fel bennünket. Nélküle a királyi trón rideg pusztaság, vele még a kínpad és a vesztőhely sem ijesztő. Írta gróf Széchenyi István. Tisztelt emlékezők, tisztelt karcagiak! 1848-49 175 év táblatával is követendő példaként kell, hogy előttünk álljon. Hiszek abban, hogy a legtöbbet személyes példamutatással tudunk tanítani gyermekeinknek. Taníthatunk azzal, hogy bátor emberekké neveljük őket, akik képesek arra, hogy kiállnak magukért, a nemzetükért és a szabadságukért, nem hagyják magukat megfélemlíteni. Taníthatunk azzal is, hogy bátor emberek tetteit állítjuk eléjük követendő példaként, ezért kell emlékeznünk és emlékeztetnünk nem csak a 48-as forradalmárokra és a szabadságharcosokra, hanem történelmünk minden hősére. A márciusi ifjak a legnagyobb hősökként, a nemzet példai képeiként kell, hogy éljenek tovább, nem csak a történelmi könyvekben, de az utódok szívében is. Legyünk méltóak az emlékükhöz, így elődeink példája unokáinknak is példa lesz. Tudjuk és hisszük, 1848. március 15-ét ők tették történelemmé, nemzeti ünnepünké, és minden történelmi korban meghatározóvá az egyén és a nemzet számára. Tanuljunk a történelemből, hogy őseink önfeláldozása ne legyen hiába való. Az ünnepi gondolatok után Szép szerelmem Magyarország címmel Tolcsvai Béla Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, zenés verses lírai műsora következett. Ezt követően a Petőfi és Kossuth szobornál a jelenlévő városi, megyei és állami vezetők, országgyűlési képviselők és a helyi pártok, civil szervezetek, intézmények vezetői, képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúját, ezzel is tisztelegve a márciusi ifjak előtt.